Érmeléki fejlesztési ügynökséget hozott létre Szatmár, Bihar és a magyarországi Hajdú-Bihar megye elnöke. Úgy vélik, közösen hatékonyabban fejleszthetik a régiót. A több magyar vidéken az infrastruktúra mellett nagy hangsúlyt fektetnek a kultúrára, a turizmusra és az oktatásra is. A Bihar megyei otományban megtartott mai tanácskozáson jelentették be az érmelléki fejlesztési ügynökség létrehozását. A régió földrajzilag a romániai Szatmár és Bihar megye mellett a magyarországi Hajdú-Bihar megyét is érinti. Pásztor Sándor, Bihar megyei tanácselnök szerint fontos, hogy közösen találjanak megoldást a régió problémáira. Infrastruktúrában, gazdaságfejlesztésben, minden olyan kapcsolat teremtésben próbálunk előrelépni, amiben tulajdonképpen összekötjük a közösségeket. Egy olyan területről beszélünk, ami nagyrészt magyar emberek által lakott, sőt nagy többségben magyar emberek laknak ebben a három megye szinten érintett területen, és szerintem ez egy természetes rendje a dolgoknak, hogy ezen a területen ez a három megye összefog. Intézményesített szinten is érvényesíteni kell azokat a mikrorégiós elképzeléseket, amelyeknek az alapjait már évekkel korábban lefektették. Ezt már Pataki Csaba, a Szatmár megyei tanács elnöke mondja. Itt nagyon jó lesz, hogyha az érmeléket egymás mellé ültetjük, hagyjuk a helyi embereket, és mellé tesszük mi megyei szintről azt a segítséget, azt a lobbit, ami esetenként kell nekik ahhoz, hogy tovább tudjanak boldogulni. A magyarországi Hajdú-Bihar megyében két évvel ezelőtt újjászervezték a fejlesztési ügynökséget, így jelentős tapasztalattal rendelkeznek a források lehívásáról és felhasználásáról. Úgy gondoljuk, hogy elő tudjuk segíteni az érmelléki fejlesztési ügynökségnek azt a munkáját, hogy hatékonyan lehessen a forrásokat felhasználni. Szeretnénk ezt a tudást átadni, nálunk már 22 kollega van, aki ezzel foglalkozik. Azt lehet mondani, hogy az Európai Unió 14-20-as időszakában nagyon sok fejlesztési forrás jut mind a két tagország számára, de önző módon mégis azt szeretnénk, hogy a fejlesztési források mind Bihar, Szatmár, illetve Hajdú-Bihar megye területére koncentrálódjanak. Az érmelléki fejlesztési ügynökség létrehozásának bejelentése előtt átadták a Bihar megyei Szalacs és a Szatmár megyei Szilágypér közötti új utat, amely szintén a két megye együttműködése révén készült el.